Baranyi Károly 5 munkást foglalkoztat újvidéki vendéglőjében. Elmondása szerint a járványhelyzet elején vendégei szinte egyáltalán nem voltak, ezért 3 hétre be is zárta az éttermet. Azt, hogy nem került véglegesen lakat a vendéglőjére, az állam közben járásának köszönheti. A szerb állam 3 hónapon át fedezte a teljes minimálbért. Mert én nem bírtam, de kell a munkások, hogy kapjanak valamit. Én fizettem a szabadságot is, de ha ezt nem kaptuk volna, én totális tönkre mentem volna. Így is mínuszban vagyok, de úgy volt valamennyi pénz, amivel ezt az eleinte betakartam, de és akkor kaptuk ezt a 30 000-et, és akkor most jobban lélegzünk. Az újvidéki vendéglős szerint a helyzet némileg javult a nyári hónapokban, és valamennyi bevételre szert tud tenni, de az még mindig nem elég ahhoz, hogy hosszú távon tudja működtetni éttermét. Jelenleg problémát okoz a nyitvatartási idő korlátozása is, illetve az is, hogy nem lehet ünnepségeket, összejöveteleket szervezni a vendéglőben. Én nem bírom ettől a forgalomtól fedezni a fizetéseket. Nem lehetséges. Sok a kiadás. Dobranics Aranka közgazdász szerint a gazdasági támogatási csomagok óriási mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások át tudják vészelni a járványhelyzet okozta károkat. A minimálbért az előző 3 hónapban ki tudták fizetni, és az emberek megkaphatták a fizetésüket, annak ellenére, hogy például egy fodrász, vagy egy kávézó ugye nem tudott fogadni se vendégeket, ebből kifolyólag nem tudott bevételhez jutni. Lelassultak a gazdasági vállalkozások közötti pénzfolyamat, nagyon lelassult. A mostani támogatási csomag összértéke mintegy 66 milliárd dinárt tesz ki. Az állam a kis- és középvállalkozóknak 2-szeri alkalommal fedezi a minimálbér 60%-át, valamint 1 hónappal elhalasztják az adók és a járulékok megfizettetését. Sinisa Máli pénzügyminiszter a Pink televíziónak nyilatkozva elmondta, könnyítettek is az igénylési folyamaton. Za sva pravna lica, za sve radnike koji su iskoristili pomoć iz jula meseca, dobili minimalnu zaradu u julu mesecu, ne treba da se prijavljuju za novi paket pomoći. Dakle, po automatizmu dobit će i 60% minimalne zarade u avgustu i 60% minimalne zarade u septembru. A támogatást a június 20-a után alapított vállalkozások is igényelhetik, mondta el Sinisa Máli. Feltételként tűzték ki azt, hogy a támogatottak a támogatás lejártáig nem bocsáthatnak el munkásokat.